Allaga Géza a magyar cimbalomoktatás legjelentősebb alakja 1841-ben született Óbecsén. A Forrás Magyar Népművészeti és Kulturális Központ harmadik alkalommal szervezte meg az emlékestet a zenésztanár tiszteletére, amelyen a magyarországi cimbali band koncertjét élvezhette a közönség. A műsort Csasznyi Imre Péter Révei népzenész vezette. Egy meghatározó zenekara a világzenei népzenei szcénának Magyarországon és a határon túl is, a cimbali band. Egy olyan új zenei világot hoztak, amik engem is, és nagyon sokakat még inspiráltak, hogy igenis szabad hozzányúlni a népzenéhez, szabad hozzátenni a mi érzéseinket, de ehhez elengedhetetlen, hogy minél jobban ismerjük a saját kultúránkat. A zenekar egyik célja a cimbalom népszerűsítése egy olyan különleges összeállításban, ahol a magyar népzene más műfajokkal alkot egységet. Egy olyan műsort állítottunk össze, amiben azért fellelhető majd egy kicsit a balkáni népzene is, kicsit a modernebb zenék is, mert hogy a klasszikus zenébe is történtek átiratok. Erre is fogunk utalni a koncerten, és ezen kívül pedig hát természetesen a magyar népzene lesz az, ami előtérbe helyeződik a mai koncerten, meg hát a cimbalom. Nem véletlenül, hiszen Allaga Géza Óbecse szülöttje, és nagyszerű kottákat készített a cimbalomhoz, amiből még jó magam is tanultam. Több etüdöt is tanultam, több Allaga etüdöt is tanultam. Az esten fellépett még a Bodros zenekar. A koncert után táncházban vehettek részt az érdeklődők, ahol a Csermely zenekar biztosította a jó hangulatot.